11. alkalommal lepték el Pécs belvárosát a motorosok, hogy felhívják magukra a figyelmet. A Dél-Dunántúli Motoros Egyesület szervezte azt a megmozdulást, ami gyakorlatilag megtöltötte az egész Széchenyi teret. A rendezvénynek fontos üzenete van, erről kérdeztük az Egyesület alelnökét. Főként a nyitónak az autósok, illetve a közlekedésben résztvevő egyéb résztvevőknek van üzenete, mégpedig az, hogy itt a tavasz, megérkeztek a motorosok az utakra, egy figyelemfelhívás az egész, hogy itt vagyunk, figyeljetek ránk idén is. A zárónak, ami mindig ősszel van, az pedig egy köszönetnyilvánítás, hogy köszönjük szépen a figyelmet a nyár folyamán. Takács Zsolt elmondta, hogy a szervezés az Egyesület számára komoly munkát jelent. Az elmúlt fél évben sikerült a helyszínt és a programokat egyeztetni, a résztvevőkkel kapcsolatot tartani. Az esemény amolyan seregszemle is. Sok motor összegyűlik, igazából ez nekünk is, akik motoroznak, nekünk egy ilyen szemle, az új szerzeményeket meg tudjuk nézni, aki mit szerzett idén, vagy az idei szezonra. Kétkerekű, háromkerekű kvadok is érkeznek hozzánk, de főként a kétkerekűek azok, akik jönnek szép számmal. A gurulás 2 órakor kezdődött a rendőrség és a polgárőrség felvezetésével. A résztvevők a Széchenyi térről a Barbakán felé, onnan a Hungária úton és a Szigeti úton Uránvárosig, majd pedig Kertvárosig motoroztak, hogy megkerülve azt a Siklósi út felől érkezzenek vissza a Széchenyi térre.